Tisztelt Országgyűlés! Novák Előd, a Mi Hazánk képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni a belügyminiszternek, a vendégmunkás bűnözés elleni javaslatcsomagunkat is lesöprik-e címmel. Miniszter úr távolléte miatt válaszadásra Rétvári Bence miniszter helyettes urat jogosította fel. Elfogadja a válaszadó személyét. Igen, önné a szót, képviselő úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt államtitkár úr, letelt a két hét az egyre jobban elharapodzó vendégmunkás bűnözés ellen. Augusztusban 1 millió forintos nyomrevezetői díjat ajánlottam föl. Most épp egy szexuális erőszak miatt körözött vietnámi vendégmunkás ügyében, akinek esetéről nem is volt híradás. A körözés előmozdítása érdekében a rendőrség ez esetben nem tűzött ki nyomravezetői díjat, sőt, felajánlásom után több mint egy hónappal, néhány napja megkaptam a választ Budapest rendőrfőkapitányától, melyben nekem is megtiltja azt. Hosszasan leírja, hogy bár magánszemély által kezdeményezett díjkitűzés az irányadó szabályozás nem zárja ki, de idézem, arra tekintette, hogy ön az ügyben közvetlenül nem érdekelt, a díjkitűzésre irányuló kezdeményezése nem teljesíthető. A vendégmunkás bűnözés tehát folyhat tovább. Nemrég tette közzé a Miskolci Járásbíróság, hogy elrendelte annak a másik vendégmunkásnak a letartóztatását is, aki a megalapozott gyanú szerint egy borsodi kisvárosban tartott augusztus 20-ai rendezvényen több nőt kísérelt megerőszakolni, egyiket ököllel fejbe is verve. Államtitkár úr, a kormány által is elismert migráns bűnözésnek van két olyan fajtájára, melyről nem szeret beszélni a Fidesz. Az egyik a régi migránsaink körében elterjedt olyan típusú bűnözés, melynek említése miatt 5 milliós bírsággal sújtott Kövér László javaslatára engem az országgyűlés legutóbb nagykoalíciós döntéssel. A migráns bűnözés újabb fajtája pedig a most kialakuló vendégmunkás bűnözés. A Mi Hazánk mozgalom azt javasolja, hogy a vendégmunkások betelepítését állítsák le, vagy ha erre sajnos nem igen hajlandó a kormány, akkor legalább azon országok esetében ne engedélyezzék, melyekkel nincs kiadatási egyezményünk, tehát például Kína és Indonézia esetében. A bűncselekményt elkövető vendégmunkások körözése esetén pedig fokozottan indokolt a nyomravezetői díj kitűzése, hiszen ők könnyebben kereket oldanak külföldre, mint például egy magyarországi cigány. Köszönöm, elnök úr! Megadom a szót Rétvári Bence miniszter helyettes úrnak, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház, illetve profét vált a Mi Hazánk. Közelülnek a Jobbikhoz, úgy látszik, hogy egymás papírjából nézik az újabb és újabb ötleteket. Tehát eddig a cigány bűnözéssel próbáltak önök valamelyes szavazatokat nyerni, most pedig a vendégmunkás bűnözéssel. Sokféle csoporton végigmehetnek, tisztelt képviselő, jobbkezes, balkezes bűnözés, szőke, barna, dúshajú, kopasz, és a többi, és a többi. De mi úgy gondoltuk, hogy minden bűnözővel szemben föl kell lépni. Nagyon sajnáljuk, hogy magyar baloldal nem támogatta Európa legszigorúbb büntető törvénykönyvét, amit itt a parlamentben elfogadtunk, amivel minden bűnözővel szemben, mindenkivel, teljesen mindegy, hogy milyen nemzetiségű Magyarországon, magyar embersérelmére követi el a bűncselekményt, akkor mi a legszigorúbb büntető jogszabályokkal fogunk velük szemben fellépni, és ön is tudja, erről ma már volt szó, hogy már a korábbi években is ezért a börtönlakók száma sok-sok ezerrel emelkedett, még az embercsempészek ideje előtt is, mert aki bűncselekményt követett el, azt mi rács mögé igyekeztünk juttatni, és ennek azért igencsak erős eredményei vannak, tisztelt képviselő úr. Amikor elkezdtük a kormányzásunkat, akkor 2010-ben 447.186 bűncselekmény történt, 447.000, ezzel szemben a tavalyi évben 167.774, ez 62%-os csökkenés. Nem hiszem, hogy sok országot tud mutatni Európában, aki 2010 óta több mint 60%-kal csökkentette a bűncselekményeknek a számát. Ez azért van, mert szigorúan fellépünk, és mindenkivel szemben. Mindegy, hogy milyen ön által besorolt kategóriába tartozik, akár az áldozat, akár az elkövető, mi mindenkivel szemben szigorúan fellépünk, ezt fogjuk a későbbiekben is tartani, senki nem bújhat ki a rá vonatkozó büntető törvénykönyv érvelésekkel szemben, úgyhogy azt kérem önöktől, hogy támogassák a kormánynak a szigorú büntető politikát, ne csak egyes csoportok esetében, mindenki esetében. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter helyettes úr, válaszát, viszont válaszra megadom a szót, képviselő, parancsoljon.
Államtitkár úr, nagyfokú gátlástalanság Európa legszigorúbb jogszabályairól, büntető szabályairól beszélni akkor, amikor még az embercsempészeket is egyszerűen szabadon engedik, de a mostani nyomravezetői díjjal kapcsolatos felajánlásom megtagadásához hasonló bűne a kormányzatnak az is, hogy a magyar gárda betiltása után még a szabálysértési törvényt is kiegészítették, egészen abszurd módon a tiltott prostitúció paragrafusa előtt azzal, hogy aki közterületen a közbiztonság közrend fenntartására irányuló tevékenységet végez, vagy ilyen látszatot kelt, szabálysértést követel. Pedig az önkéntes erőket, felajánlásokat nem üldözni kellene államtitkár úr, hanem hasznosítani kellene állami irányítással, tehát a Mi Hazánk mozgalom a civil erők bevonását szorgalmazza a rendteremtésbe. A kormányfő szerint ugye illedelmesen kopogtak ezek a hazánkban törvényesen tartózkodó szexuális erőszakot elkövető vendégmunkások. A Mi Hazánk mozgalom szerint az efféle eltérő kultúrájúakra nincs szükség, így a nekik épülő akkumulátorgyárakra sem hazánkban. Köszönöm. Köszönöm. Tisztelt Országgyűlés, viszontválasz illeti meg. Miniszterhelyettes urat parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselő, tisztelt ház. Nyomravezetői díj. Tisztelt képviselő, azért beszéljünk őszintén, hogy nyilván azért akart ezt a nyomravezetői díjat felajánlani, hogy ön nem azért, mert a bűncselekményeket általában azt akarja, hogy felderítsék, hanem hogy ezzel is a saját politikai céljait szolgálja. És hogyha minden politikus oda menne, és különböző szavakat ragasztana bűnözésre, hogy ilyen bűnözés, olyan bűnözés, amolyan bűnözés, és mindenki a maga nyomravezető díjat felajánlana, akkor a rendőrség asszisztálna egy politikai akcióhoz, mert önnek ez egy politikai akció valójában. Önt mások nyomravezetői díja nem érdekli, azt ott nem ajánl föl semmi, csak akkor, amikor az éppen aktuális politikai iránynak megfelelő, néha cigányokkal szemben, néha másokkal szembeni politikai irányának megfelelő célt szolgált egy-egy ilyen kitűzés. Tehát a rendőrség nem egy politikai játékszer, tisztelt képviselő úr, hogy ön, amikor éppen a cigányok ellen, éppen a vendégmunkások ellen, éppen mások ellen akar fellépni, akkor ezt megteszi. A rendőrség minden bűnözővel szemben fellép, és valóban nem lenne jó, hogyha a politikusoknak válna így az eszközévé, mert az embereknek a rendőrségbe vetett közbizalmát rombolná ez, ha azt látnák, hogy ön vagy bárki más politikai célra használja a rendőrséget. Köszönöm szépen. Megköszönöm, miniszter. Köszönöm, válaszát!